Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal. Hogy tetszik ez a jelenlegi világ, ami van? Éppen a kezdés előtt is beszélgettünk, hogy mennyivel régebben, mennyivel egyszerűbbek voltak a dolgok. Mondjuk egy jogosítványt is mennyivel egyszerűbb volt megszerezni, mint manapság. Tehát minden sokkal egyszerűbb volt, mint manapság. De tényleg, szó szerint értsétek. Tehát most mondok példát, jó? Amiről éppen beszéltünk. Ugye először volt egy kis motor jogosítványom, ami egy Kressz vizsga keretében történt meg, annak idején 74-ben. Nem 74-ben, bocsánat, 76-ban. És utána az autóvezető jogosítványt is mennyi egy másfél hónap alatt sikerült letenni mindennel együtt. Akkor utána motorvizsga, az csak egy Kressz vizsga volt, utána meg mentem gyakorlatilag vizsgázni motorral, nem kellett ilyen tanfolyam, meg stb. Megkaptam minden motorral a jogsit, ez ugye a 80-as évek elején volt, sokkal egyszerűbb volt minden. Manapság mindent agyon bonyolítanak, mindent túlszabályoznak. Most gondoljátok végig, nekünk weboldalunk van 15 óta, tehát 2015 óta. És akkor a dizájnát megcsináltattam. Azóta azért nem változtattam, mert engem halálra tud idegesíteni az, hogy mit tudom én, csinálnak egy fejlesztést egy weboldalon, és akkor totál megváltoztatják. És akkor utána tanuld meg. Akkor utána megint van egy fejlesztés, akkor megint megváltoztatják, és akkor megint tanuld meg, hogy hogy kell kezelni. És akkor lehet, hogy ez egy ilyen konzervatív gondolkodásmód, de én nem szeretem idegesíteni az embereket. Oké? Okay. Meg magamat sem természetesen. Tehát, mert azzal megnézitek, tényleg így működik, hogy csinálnak egy weboldalon egy változtatást, és akkor teljesen másképp működik. Ugye én Facebookot használok úgy durván, 2010 óta, azóta így nem tudom hányszor változtatták. Érted? És mostanában egyre többet változtatják a weboldalakat, és utána keresd meg, hogy hol volt az, ami addig tudtad, hogy hol volt. Utána meg kell mindent újból tanulni, érted? Szóval, mit tudom én, megnézed, én azt mondja, hogy Windows-t használok 93 óta. Akkor még a 3.1-es Windows volt, és ahhoz képest, érted, annyira megváltoztatták, hogy minden, mit tudom, ami újabb Windowsnál meg kell tanulni, hogy mit, hol kell beállítani, érted? Tehát, mintha direkt azt csinálnák, hogy idegesítsék az embereket, szó szerint. Szó szerint. Tehát, mintha arról szólna az egész informatika, hogy minél jobban a felhasználó idegeskedjen, érted? Nem minél egyszerűbben működjön a dolog, lehetőleg, tehát attól, most gondoljátok végig, nekünk volt többször felfrissítve ugye a program, teljesen új program a weboldalunkon, teljesen új program, szervertől kezdve minden, és gyakorlatilag ugyanúgy tudják használni az oldalt, mint 2015-ben. Mert ugyanaz a szisztéma szerint kell működtetni az oldalt, mint 2015-ben. Nem 2015-ben, 2005-ben, bocsánat, 2005-ben. Tehát ami akárhogy nézzük, az hány éve? 19 éve. 19 éve, érted? Tehát pedig azóta egy csomó fejlesztés történt, most is volt nemrég, de a működést, és akkor mondja az informatikus, tehát ez már nem dizájnos. És amire azt mondom, hogy kit érdekel, hogy nem dizájnos, az a lényeg, hogy lehessen használni. Tehát sokra megy az ember vele, ha dizájnos, azt nem tudják használni. Érted? Mert ugye, hát most gondold végig, nem csak
azokra kell gondolni, aki profi számítógép használó, hanem azokra is kell gondolni, akik a számítógép használat területén amatőrök. Tehát a múltban minden egyszerűbbe, tehát az embereknek ilyen egyszerűbb volt a gondolkodása, és egyszerűbbre hozták létre a dolgokat, érted? Tehát nem az a probléma, hogy tehát nem azért bonyolult minden, mert másként nem lehetne, hanem azért, mert a mostani embereknek a gondolkodásuk, a fiatalokról beszélek, nem az én korosztályomról, sokkal bonyolultabb. Érted? Tehát, mintha egyszerűt nem tudnának csinálni. Lehet, hogy azért csinálják, mert minél bonyolultabbra csinálják, annál több pénzt kérhet el, érte? Érted? Valószínűleg ezért bonyolítják túl, de régebben nem az volt a lényeg, hogy minél bonyolultabb legyen, és minél többet kelljen vele dolgozni, hanem minél hamarabb kész legyen, érted? De most már nem ez a cél. Nem ez a cél. Régebben ugye, tehát nem visszasírom a múltat, csak hogy tisztában legyünk, mert az a baj, hogy a fiatalok nincsenek tisztában a múlttal. Nem tudják, hogy a múlt milyen volt, azt hiszik, hogy ez a világ, ez sokkal jobb, mint a múlt. Tehát nem azért jobb a múlt, mert akkor fiatalabbak voltunk, érted? Tehát én soha nem sírtam vissza a múltamat. Én mindig meg voltam elégedve azzal az időszakommal, amiben vagyok, érted? De azt láttam, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy mindent megbonyolítanak. Tehát most gondold végig, most nekem van egy alapszakmám az autó, azóta is elég jól értek az autóhoz, hiszen még mestervizsgám is lett az autószerelésből annak idején. Hát gondold végig, ugye először 79-ben volt autóm, ahhoz képest most az autók mennyire bonyolultak. És ugyanoda visz. Oké? Tehát gyakorlatilag ami pluszban szükséges lenne egy autónál, az mit tudom én, jó mondjuk az elektromos ablak, jó a légkondi, oké, akkor mit tudom én, jó a tolatóradar, jó a mozgatható tükör, érted? És lassan be is fejeztem, hogy mi az, ami pluszba kell, érted? Tehát az összes többi extra, az gyakorlatilag semmire való, érted? Semmire való. Tehát az, hogy lehet mozgatni az üléseket elektromosan, tök jó lehetett mozgatni mechanikusan az üléseket, érted? Tök felesleges például ilyen dolgok. Jó? Mit tudom én, lehet, hogy jó télen az ülésfűtés, de akkor nem kell bőrülés, hanem kell szövetülés, és akkor onnantól kezdve nem hideg az ülés. Érted? Tehát egy csomó olyan dolog van, ami az csak a pénzt rabolja el az emberektől, és az ég adta világos semmi értelme az egésznek. Tehát ez olyan dolog, hogy úgy megvan minden bonyolítva, hogy valami hihetetlen. És természetesen minél bonyolultabb valami, hát gondold végig, az elektronikánál meg lehet azt csinálni, a mechanikánál nem lehetett. Az elektronikánál meg lehetett csinálni, illetve meg lehetett a mechanikánál is, csak nem ilyen pontosan. Az elektronikánál meg lehet csinálni, hogy meddig tartson, és mikor dögöljön be. Érted? Minden elektronikus készüléknél be lehet programozni azt, hogy meddig tart. Ugye van is egy ilyen cikk fönn az oldalon, egy ilyen dokumentumfilm a nyomtatókra vonatkozóan. Ugye a programozott élettartam, nem ez a címe, de be lehet programozni az elektronikus alkatrészek, az elektronikus dolgok élettartamát, érted? Tehát a mechanikus azért nem ennyire, hát a mechanikusat jobb anyagból csinálták, tovább tartott, ha rosszabb anyagból csinálták, kevésbé tartott tovább, de nem lehetett, meg az is számított, hogy mennyire vigyáztak rá, érted? Mennyi olajcserét csináltak, milyen minőségű olajat raktak, mondjuk egy autóról volt szó az elektronikus, vagy a mechanikában. De most már gyakorlatilag te akármennyire vigyázhatsz egy autóra, ha be van programozva, hogy az alkatrész meddig tartson. Érted? Most nem a mechanikus alkatrészre gondolok, hanem az elektronikus alkatrészekre. És akkor mondok példát,
Most gondold végig, kitalálták légszennyezés kérdését, euró 5, és lett az euró 6. És annyi történt, hogy kicsit elektronikusan változtattak valamit, mechanikusan semmit, ezt jól tudjátok, mechanikusan semmit nem változtattak, csak elektronikusan, és beépítettek egy folyadékot szivattyúval, egy tartállyal, ezt úgy hívják, hogy AdBlue. Ez egy olyan anyag, ami jobb égést csinál a motorban, ezáltal kevesebb a CO, széndioxid, szénmonoxid kibocsátása az autónak valamennyivel. Igen ám, de az úgy van megkonstruálva, hogy például kristályosodni tud ez a folyadék, tönkreteszi a motort, és egy ilyen motor átlagosan mondjuk 1 millió forint. Egy kis szar szivattyú motor. Érted? És az előtte az euró 5-ösöknél nem volt. És bármilyen típusról szól, lehet az a világ legdrágább autója, ha ilyen AdBlue rendszerrel működik, és van benne szivattyú, az valószínűleg tönkre fog menni idő előtt. Oké? Mert nem tud mit csinálni ebből a kristályosodással, tudod? Ami azt jelenti, hogy fogja, és cserélhetsz benne, mit tudom én, mondjuk 800 ezer forinttól 1,5 millió forintig egy alkatrészt. Jó, mi? Attól függ, hogy most BMW-ről van szó, vagy mondjuk egy Citroenről. Érted? Attól függ az ár. Tehát kitalálnak olyan dolgokat, ami nem értünk van, hanem ellenünk. Most gondold végig, itt van ez az EU, ez a nyomvat EU, szó szerint egy nyomvatság. Már akkor tudtam, mikor szavazni kellett rá, hogy nagy hülyeség bekerülni az EU-ba, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ezek a légszennyezési előírások, amiket itt propagálnak, ez gyakorlatilag a világon páratlan. Oké? Tehát nincs máshol. Tehát nincs máshol ilyen. Ez páratlan. Ami azt jelenti, hogy itt élünk mondjuk Európában durván 1 milliárdan. De van 7 milliárd ember, amelyik nem itt él, amelyikre nem vonatkoznak ezek a korlátozások. Érted? Tehát magyarul ők szennyezhetnek. Na most mondok példát, jó? Például, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy hogy vágnak át minket. Jó? Ugye az autó sokat szigorítják leginkább a környezet szennyezéssel. Ezért ugye propagálják, hogy vegyél elektromos autót. Jó, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy most gondold végig, régen olyan volt egy dízelautó, hogy fogta, simán kipufogta a kormot. És ilyen bazi nagy kormokat pufogott ki, szemmel látható volt. Tehát azért láttad a kormot, mert nagy volt. Erre kitaláltak mindenféle szűrőt, érted? Ami még el is égeti a kormot, ugye olyat is, és ezáltal ilyen mikronnyi kormokat bocsájt ki. Ez már szabad szemmel nem látható. De ameddig a nagy kormok voltak kibocsájtva, annak a fajsúlya nagy volt, és simán azonnal leszállt. Leszállt az útra, és minden kormos volt. Most nem száll le az útra, most lebeg, mert megváltozott a fajsúlya. És az emberek beszívják ezt a parányi kormot, és bizonyított, hogy ennek köszönhető az allergia nagy része. Ugyanis ez a mikronnyi korom felbontja a pollennek a burkát, érted? Felbontja, és ilyen tüskés lesz a pollen. És ezáltal irritálja, amikor beszívja az ember azt a pollen. Na most ezek a nagy kormok soha nem bontották föl. Tehát maga ez az egész technológia, amit rávertek az emberekre, hogy
környezetbarát, ugye? Ne szennyezzük a környezetet, sokkal egészségtelenebb. Érted? Ezért például bemegy egy olyan helyre egy ember, ahol olyan pollen szív be, mondjuk egy, ahol nem járnak autók. Oké? Főleg dízelautók. Nem járnak. És beszívja a normál pollent, és nincs tőle allergiája. Érted? Röhely. Szívhat ő, akár, ugye, hogy hívják, amit kispéciztek, hogy parlagfű, igen, hát gyógynövény egyébként a parlagfű, kispécizték a parlagfűvet, nehogy gyógynövényként használják az emberek, és írtsák a parlagfűvet, érted? És bemész egy parlagfűvel gazdag területre, ott, ahol nem járnak autók, mondjuk egy hegyen, és semmi, és allergiás vagy a pollenre, mondjuk akár a parlagfűre is, és nem vagy allergiás. Mert a burkát a pollennek nem bontja föl ez a mikro korom, érted? Ami lebeg. Tehát a korommal nincs gond, ha leszáll. Tehát milyen jó, nem kell a korommal annyit foglalkozni, a házak tisztábbak, érted? Az utak tisztábbak, hát csak annyiban másabb a helyzet, hogy ez a mikrokorom, tehát az nagy kormok nem bontották föl a pollent. Ez a mikrokorom fölbontja a pollent, meg a burkát. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol mintha szándékosan betegítenék meg az embereket mindennel. Tehát szó szerint mindennel. Oké? Tehát szó szerint. Tehát a régen, még mikor én gyerek voltam, te nem kaphattál olyan élelmiszert, amiben szándékosan raknak bele vegyszereket. Nem vehettél. Nem voltak ilyenek. Nyilván vegyszerezték a talajt, lehetett, hogy mondjuk a növény felszívta a vegyszert, érted? De nem szándékosan rakták bele a vegyszert. Nem volt ilyen. Most szándékosan raknak bele az élelmiszerekbe vegyszert, érted? Szándékosan. Na most a vegyszerrel nem tud mit kezdeni a szervezetünk. Hanem mit csinál? Mérgezi a szervezetet. És nem tudom, tudjátok-e, jó, ha tudjátok, hogy ez úgy működik, hogy a méreganyagtól, tehát egy kevés méreganyag van a szervezetben, akkor kicsit leszel mérges. Minél több méreganyag kerül be a szervezetedbe, annál mérgesebb ember leszel. Szó szerint értsd, mit értünk azon, hogy mérges? Ideges. Világos ez? Tehát egy ember minél több méreganyaggal rendelkezik, annál idegesebb, mérges. Világos? Annál többször, annál intenzívebben. Na most ráadásul, persze a szervezet van egy, főleg ha van egy jól működő immunrendszer. Mert ilyenkor a jól működő immunrendszer mit csinál a méreganyaggal? Fogja, mivel nem tudja ki magától, nem tudja kiüríteni a szervezetből, fogja és lokalizálja. Tehát egy jól működő immunrendszer lokalizálja a mérgeket. Mivel tudja lokalizálni? Körbeveszi zsírsejtekkel. Zsírsejtekkel. És akkor elkezd az ember egyes testrészein zsírsejteket fölhalmozni. Na most ezért mondom, drága hölgyeim, példaként, jó? Régen nem láttál olyan nőt, aki narancsbőrös lett volna. Nem volt narancsbőrös nő. Tényleg nem volt. Mi ez a régen? 70-es, 80-as évek. Nem voltak narancsbőrös nők. A narancsbőrösség az a zsírsejtek. Világos ez? Oké? Tehát mikor valaki elkezd narancsbőrösödni, az azt jelenti,
hogy zsírsejteket termel az a testrész, ugye jellemző a comb, tehát főleg itt hátul, tehát a nőknek régen gyönyörű, sima volt a combjuk hátul. Most a 10 nőből 8-9 narancsbőrös. Világos ez? Miért? Mert védekezik a szervezet, és zsírsejtekkel veszi körbe a méreganyagokat, amivel nem tud mit kezdeni a szervezet. Az, hogy hogyan lehet kiszedni a méreganyagokat, itt tanítjuk. De nem fogom nektek tanítani, mert díjmentesen vesztek részt. Oké? Azt a képzésben tanítjuk. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol, nézzük tovább, ha megnézed a régi filmekbe, nem volt még olyan, hogy fogták, és hogy is szokták mondani, retusálják a filmeket. Tehát régen nem tudták retusálni a filmeket. És megnézed a régi filmekben a nők bőrét, azon nem volt hiba. Nem volt hiba. Nem voltak anyajegyek, nem voltak, mit tudom én, pattanások. Nem voltak. Most megnézed, retusálni kell a filmeket, mert a színésznők tele vannak anyajeggyel, tele vannak pattanásokkal. Érted? De miért? Hát mert a méreganyagok akarnak kijönni. A bőrön keresztül, ugyanis a méreganyag a bőrön keresztül tud a leginkább távozni. Világos ez? Na most ez azt jelenti, hogy látni, hogy sokkal, de sokkal több méreganyag van, amivel a szervezet, a legtöbb embernek a szervezete nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni. Tehát egy olyan világban élünk, ahol szó szerint átvernek, és ez az EU, ez még nagyobb átverés. Hát most gondold végig, milyen átverés van még ezen kívül? Hát itt van ez a háború kérdés. Ami nem háború, az oroszok szerint, az csak egy konfliktus. Oké, mert nem volt hadüzenet, tehát nem háború. Ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz hadüzenetnek kellett volna lenni. Meg nem globálisan, hanem csak ilyen helyi konfliktus van. Az nem háború. A háború az, hogy mennek és óriási frontszakaszokon, puff, háborúznak, érted? Nincs ilyen, ilyen helyi fegyveres konfliktusok vannak. Nyilván az oroszok vannak fölényben, persze, hát egyértelmű, de nem is ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy itt van ez a háború. Hát mi, EU-sok, hogy állunk ehhez? Hát ennél hülyébb hozzáállást a világ el se tud képzelni, mint ahogy mi, EU-sok állunk a háborúhoz. Egyre szarabb az EU-ban az életszínvona, de támogassuk az ukránokat. Miért nem magunkat? Miért az ukránoknak dolgozunk? Mi közünk nekünk az ukránokhoz, mikor nem is EU tagok? Mert benne van az EU-s megállapodásokban, hogyha egy EU-s országot megtámadnak, akkor többi megvédi. Mi közünk nekünk az ukránokhoz? Tehát mi közünk? Miért kell nekünk támogatni? Most a USA azt csinálja, hogy nem támogatja, mert nem szavazza meg ugye a parlamentje, szenátus. Nem szavazza meg. Ezért kiadta utasításba, hogy támogassa az EU. Érted? De tényleg ez van. Utasításba megkaptuk, hogy nekünk EU-soknak támogatni kell. Tehát mi közünk nekünk az ukránokhoz? Ha nem támogatta volna az USA meg az EU ezt a konfliktust, akkor már réges-rég vége lenne, és már rég béke lenne. De látni, hogy nem akarják a békét. Sőt, vannak ilyenek, hogy az utolsó katonáig harcolniuk kell az szegény ukránoknak. Érted? Tehát gondold végig, hogy nem támadtak az ukrán, az oroszok, hogy hívják ott? Tehát a lakosságot. Nem támadták. Semmilyen szinten.
ha lakosság volt támadva, akkor az egy valami eltévedt. Nyilván háborúban van ilyen, hogy eltéved egy bomba, vagy egy rakéta, és akkor becsapódik, ugye civil, igen, a civil szót kerestem, a civil lakosságot. Tehát nincs, civil áldozat gyakorlatilag alig van. Milyen háború az, ahol civil áldozat alig van? Katonák haltak meg sokan. Érted? Oda-vissza természetesen. Tehát gondold végig, Izrael megtámadta a gázai övezetet, és az nem foglalkozott a civil áldozatokkal. Az lőtt mindent, érted? Mindenkit. Ha civil, hanem ha katona, ott az ukrán civil áldozathoz képest sokszorosa a civil áldozat a gázai övezetben. Sokszorosa, pedig ez az ősszel kezdődött. Ez meg már 2 éve folyik. Érted? És alig van civil áldozat. Főleg a katonákhoz képest. Tehát az összes civil áldozat, még egyszer mondom, az nem kellett volna ott lennie, vagy ha véletlenül arra ment egy rakéta, vagy egy eltévedt egy bomba, vagy egy rakéta. Érted? Vagy olyan civil áldozat, hogy katonai objektumban voltak civilek. Érted? Hát ott mi? Ne legyenek katonai objektumban civilek. Ennyi. Szóval gondold végig, milyen háború az, ahol nincs civil áldozat, vagy alig van. Tehát, és ezt nem látjátok át, magyarok, meg nem látjátok át, EU-sok, hogy nem lövik a civileket. Nincs civil áldozat. Alig van, mondom, azok a civil áldozatok vannak, akik egy perosz helyen voltak rosszkor. Érted? De nincs. Háborúban nincs civil áldozat? Honnan veszed ezt? Hát a háborúk a civil áldozatokról szóltak. Az összes háborúban a civil áldozat sokkal több volt, mint a katonai áldozat. Sokkal. Az első világháborúban is, a második világháborúban is, Vietnámban is, Kínában is, vagy Koreában akartam mondani. Mind Kuwaitban is több volt a civil áldozat, mint a katonai áldozat. Oké? Most is Gázában több a civil áldozat, mint a katonai áldozat. Miről beszélünk? Nem látjátok át, hogy miről szól a történet? Tehát itt nincs háború. Milyen háború, ahol nincs civil áldozat? Hát fogják és megtámadnak egy falut, vagy megtámadnak egy várost, és azt mondják, hogy a lakosság menjen ki. Maradjon csak a katonaság. Érted? És persze, hogy ott marad, és a szabad teret. Végig a támadás alatt szabad teret biztosítanak arra, hogy a civil lakosság még a támadás alatt is elhagyja a várost vagy a falut. Érted? Tehát nem zárják teljesen körbe, hogy kimehessenek azok, akik hát nem akarnak áldozatává válni a elfoglalásnak. Érted? Miről beszélünk? Milyen háborúról? Milyen háborúról? Hol van itt háború? Miért kell nekünk egy olyat, ahol két testvérnép, mondhatjuk azt, hogy belháború. Tényleg testvérnép? Hát az oroszok megértik az ukránokat, az ukránok meg megértik az oroszokat. Akkor az nem testvér véletlenül. Tehát tehát mondhatjuk, hogy belháború. Hogy szokták ezt másként is mondani? Mikor egy országon belül csoportok háborúznak egymással? Polgárháború, köszönöm szépen ezt. Polgárháború, így van. Ez egy polgárháború, érted? Na most, hogy állhatunk egy polgárháborúban mi valakik mellé? Hát egy polgárháborúban semlegesnek kéne maradni. Az a minimum. Vagy rosszul látom? Érted? Ez polgárháború. Testvér. Hát ez olyan, mint a, mitől én mondjuk, amikor a bajorok, meg mondjuk a németeknek, hogy hívják a legerő, a poroszok háborúztak. Testvérnép, érted? Vagy mikor az olaszok
városállamok háborúztak egymással. Testvérnép, polgárháború. Miért kell polgárháború mellé állni? Érted? És ezzel, hogy mi odaálltunk Ukrajna mellé, hát gyakorlatilag mi lett? Gondold végig. Erre rá lehetett fogni a mindenféle áremelést. Vagy nem? Mindent rá lehetett fogni. Ó, hát azért ilyen az élet, mert háború van. Aha, de gondold végig, ez úgy működött, hogy amikor háború volt itt az elmúlt 100 évben, akik nem háborúztak, az mind hasznot húzott a háborúból. Miért? Hanem gyártatta a fegyvert, azt eladhatta mind a kettőnek. Mert ezt csinálták. Amerika támogatta az oroszokat is a második világháborúban, és támogatta a németeket is. Tudtátok? Mind a kettőt. Nem? Jó, akkor már mikor szövetségbe léptek az oroszokkal nyilvánosan, akkor már nem. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 44-ig támogatták a németeket. 44-ig az amerikaiak. Meddig? Hát a partraszállásig. Partraszállásig. Tehát támogatták abban, hogy az oroszokat megtámadják. Támogatták. A legnagyobb támogató a Rockefeller család volt. És ezt államilag tudták. Oké? Okay. Tehát onnantól már nem volt támogatás, amikor Amerika hadba lépett Németországgal. Tehát az onnan volt, amikor gyakorlatilag partra szálltak 44 nyarán. Oké? Okay. És odáig az Amerikai Egyesült Államok támogatta az oroszokat is, például támogatta a T-34-esek kifejlesztését, oké? Okay? És támogatta a német hadsereget is. Abba, hogy támadják az oroszokat. Nem tudtad. Hát minden ország, megnéz, hát általános iskolában nekem még tanították, hogy az Amerikai Egyesült Államok a különböző háborúkban mekkora nemzeti jövedelem emelkedést ért el. És hogy az Amerika, az USA-nak a fejlődése, az mindig a háborúkor ugrott meg. Képzeld el, nem biztos, hogy tudod, első világháborúban megugrott a nemzeti fejlődés. Második világháború idején, és ami koreai háború idején, tanították ezt az anyagot. És ezt meg fogsz lepődni. A vietnámi háború idején. A vietnámi háború idején is óriási növekedést értek el. Tehát és ha tovább mennénk a többi háborúnál, amit csináltak, például Afganisztán, vagy csináltak mondjuk Kuwait, tudti, hogy ez volt. Oké? Okay? Tehát az országok, azok hasznot csinálnak a háborúból. Hasznot. Még Amerika benne volt a háborúban, és még úgy is hasznot tudott csinálni. Miért? Mert a saját területén nem háborúztak. Tehát magyarul Amerikai Egyesült Államok területén egy bomba nem robbant, érted? Egy bombát nem dobtak le. Hát persze, úgy könnyű. Persze. Jó, tehát egy olyan világban élünk, ahol úgy átvernek minket, már akit, ahogy akarnak. Érted? Az emberek elhisznek mindent, ami a jelenlegi világunkban folyik. Tehát, nézzük, mivel is foglalkozunk. Mert ugye ez az első rész, ez csak ilyen szemfelnyitó rész. Tehát, hogy kapjál már észbe, hogy ha nem fejleszted magadat, akkor úgy átvágnak a palánkon, mint azt a S betűvel kezdődött, tudod. Úgy. Úgy. Na nézzük.
Hát szerinted hogy jobb élni az életét az embernek? Tudatlan butaként, vagy értelmes okos eszes emberként? Hogy értelmesebb élni az életet? Tudatlan okos emberként, vagy buta emberként? Én már megtapasztaltam, hogy jobb. Egyértelmű, hogy nem butaként jobb élni, hanem értelmes eszes emberként. De most gondold végig, ez úgy működik, hogy az értelmes eszes ember az nem csak átlátja a dolgokat, hanem az rájön a következményekre. Rájön arra, hogyha én ezt teszem, mivel értelmes okos, ennek ez lesz a következménye. Ha azt teszem, annak az lesz a következménye. Ha azt teszem, annak az lesz a következménye. Ha nem teszem, akkor annak az lesz a következménye. Tehát mindennek van következménye. A nem cselekvésnek is van következménye. Meg a cselekvésnek is van következménye. Egy buta ember nem jön rá semmire. Oké? Az csak tesz valamit, vagy nem tesz valamit, és semmit nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz a következménye. Na most szerinted melyik a jobb? Hogyha az ember olyanokat tesz, amire előre kiszámítja, vagy tudja, hogy mi lesz a következmény, vagy az a jó, hogy tegyünk valamit az, hogy mi lesz a következmény, majd megéljük. És ha körülnézel, az emberek nagy része, ismerőseid nagy része, az úgy éli az életét, hogy fogja, és tesz valamit, vagy nem tesz valamit, fogalma nincs, mi lesz a következménye, hanem majd lesz valahogy. Hát mondja azt, hogy van egy mondás, hogy olyan még nem volt úgyse, hogy valahogy ne lett volna. De hát nem jobb úgy élni az életet, hogy az ember előre tudja, hogy mi lesz valaminek a következménye. De az, hogy tudja az ember, hogy valaminek mi lesz a következménye, az a butaság, a buta, tudatlan ember soha nem fogja tudni. Soha. Világos ez? Tehát soha. Tehát csak az tudja, hogy minek lesz a következménye, aki okos, értelmes, eszes. Világos? És ez nagyon fura volt, mert egyszer nem olyan rég, a legutoljára, amikor volt Erdélyben, hol is szokott lenni az a zarándokhely? Azt hiszem Csíksomlyon volt, igen. És ott tartott valami előadást a miniszterelnökünk. Vagy Tusnádfürdőn? Tusnádfürdőn, köszönöm. Akkor nem Csíksomlyon, Tusnádfürdőn. És tudod, miről beszélt? Az esesedésről. Na mondom, ezt hallgatta az én előadásomat, komolyan mondom. Esesedésről. Az esesedésről. Totál meglepődtem, érted? De azóta egy kicsit nőtt a szemembe. Nem vicc, ez komoly. Bár a cselekvései, az nem mindig tükrözik a szövegét. Nem mindig azt teszi, amit mond. Mindegy, de ez nagyon tetszett, hogy az esesedésről beszélt. De én nem látok olyat, hogy lehetne úgy önmagában eszesedni. Hát én nem látok ilyet. Tehát én nem látok olyat, hogy emberek eszesednének úgy maguktól. Nincs ilyen. Miért nincs ilyen? Hát mert ott van a környezeti hatás. Az egy érdekes dolog az a környezeti hatás. Mikor körülvesznek a hülyék, te meg eszesedni akarsz. Érted? Hogy? Mikor ha eszesedni akarsz, kiröhögnek a hülyék. Érted? És ugye mi a hülye? Nézd meg az értelmező kézi szótárban. Buta, tudatlan. Ezt jelenti a hülye. Csak rövidebb. Érted? Meg tömöred. Így van. De ezt jelenti. Csak hogy tisztázzuk. Oké? Ezt a szót. Tehát lehet, hogy nem az, mint amire te gondolsz.
Mert ez ennyit jelent. Jó, tehát gondold végig. Egy olyan környezetben, amiben a legtöbb ember él. Hogy lehet eszesedni úgy magától? Hát sehogy. Nem is láttam ilyet. Én nem látok olyat, hogy az ember eszesedne. Van egy alapvető törvény, ami az eszesedés ellen van. Tudod, micsoda? Ez egy univerzális szabály. Az, hogy minden vissza akar rendeződni az alapállapotba. Amiből kiindult. Oké? Ez egy univerzális szabály. Tehát minden abba az állapotba akar visszarendeződni, amiből kiindult. Oké? Ha megnézed, ott vannak a kövek. A kövek nagy nyomás hatására, meg hő hatására szilárdultak egybe. Oké? De miből? Hát nem kőből. Hanem milyen porszerű anyagból. Érted? És a kő mibé akar visszamenni? Porrá. Így van. Csak időkérdés, hogy mikor. Te megszülettél, porból lettél, hogy mondja a mondás. És meghalsz, porrá leszel. Ugye ott van. Minden tér vissza. Az életünk is ilyen. Az ember elkezd fejlődni úgy magától. És azt mondja a környezet, hogy gyere már vissza! Nehogy már fejlődj! Oké? Okay. Nehogy már. Vagy rosszul látom? Oké, okay. Mint a tőgyed lenne és húzkodnának. Tisztára úgy. Szó szerint. Gondold végig. Sángatnának vissza. Hát ezért ugye, aki fejlődni akar, nem elég, hogy tudást szerez. Nem. Olyan emberekkel kell az életének egy részén körülvenni, akik nem akarják visszarángatni. Oké? Okay? És ráadásul folyamatosan kellene fejlődni. Hogy szembe menjünk a visszarendeződéssel. Mert az ember megáll a fejlődés útja, a visszarendeződés azonnal elindul. És ez az élet minden területén így van. Itt van például, opá, hova tüntettem, nézzük. Itt van például 10 életterület. Mutatom. Bármelyiket nem fejleszted, elindul a visszarendeződés. Bármelyikért nem teszel, elindul a visszarendeződés. Tehát úgy, hogy tettél, majd abba hagyod a cselekvést. Oké? Okay? És elindul a visszarendeződés. Bárhol. Ha fejleszted önmagad, és egyszer csak abba hagyod. Elindul a visszarendeződés. Önmagad az két részből áll. Tested és lelked. A lelkednek tudásra van szüksége, a testednek egészségre, fizikumra van szüksége. Hagyd abba a fizikumod erősítését, folyamatosan elkezdesz gyengülni. Világos ez? Ha abba hagyod az egészséged javítását, akkor sokkal hamarabb leszel beteg. Érted? A léleknek tudásra van szüksége. Ha elindulod, elindul a lelked fejlesztése a tudás révén, ha abba hagyod, elindul a visszafejlesztés, visszafejlődés. A párod. Létrehozol egy jó párkapcsolatot, és hú, de jó, frankó, minden, nem kell továbbfejleszteni. Elindul az alapállapot felé, ezért válnak el az emberek. Mikor összeházasodtak, azelőtt nem voltak házasok. Majd utána se lesznek. A visszarendeződés erről szól. Oké? Nézzük tovább. Ugyanez a szülői kapcsolat. Ha nem fejleszted a szülői kapcsolatodat, a szülődet nem ismerted. Mielőtt nem voltál, hogy ismerhetted a szüleidet. Egy idő után már nem is fogod ismerni, ha nincs szülői kapcsolat. Oké? Okay? Nem kell ahhoz meghalni. Elég az, hogy nem kommunikálsz velük.
ott van a gyerekeddel a kapcsolat. Ugyanez a helyzet, mert szülő-gyerek ugyanaz. Vice versa. Másokkal. Ugyanaz, bármilyen emberi kapcsolatot ad. Nem fejleszted, vissza fog fejlődni. A munkád. Ha nem fejleszted azt, hogy egyre jobb és jobb munkát végez, mit értünk ezen? Tehát úgy tud az ember hatékony lenni, hogy egyre inkább olyan munkát végez, amit szeret, és ami jól jövedelmező. Világos? Tehát te hiába keresel jól jövedelmező foglalkozást, ha utálod. Neked az soha nem fog jól jövedelmezni, mert utálod. Világos ez? Tehát ahhoz, hogy egy foglalkozás az jól jövedelmezzen is, ahhoz olyan foglalkozást kell űzni, amit az ember szeret. De ha alkalmazottként dolgozik, akkor gyakorlatilag minden foglalkozásnak van felső plafona. Hiába szereted, nem tudsz többet keresni. Hiába teljesítesz többet, nem fognak többet fizetni. Mert van egy felső plafon. Világos ez? Tehát ahhoz az embernek szabad vállalkozónak kell lenni, hogy ne legyen felső plafon a jövedelemben. Világos ez? Akkor nézzük tovább. Pénz. Ha a pénzzel kapcsolatos tudásodat nem fejleszted, akkor kereshetsz te akármennyit, soha nem lesz elég pénzed. Ezt én megtapasztaltam. Hála Istennek nem a saját bőrömön, hanem mivel ugye 91-től van a saját csapatom, másokon tapasztaltam meg olyan embereken, akik elkezdtek sok pénzt keresni itt a PPH-ban. És amikor visszaesett a jövedelmük, rosszabb anyagi helyzetbe kerültek, mint előtte, amikor ahhoz képest még jóval alacsonyabb jövedelmük volt. Érted? Mert az ember hozzáállítja, a legtöbb ember hozzáállítja az életszínvonalát a jövedelméhez. Azt gondolod, hogy ez logikus. Nem logikus. Mert gondold végig, ha te keveset kerestél, és hozzáállítottad az életszínvonaladat, és maradt neked, mit tudom én, 0% havonta tartalék. Tehát nem marad semmi, elkötötted. Ha az, mit tudom én, keresel 20-szor annyit, akkor 20-szor annyit fogsz költeni, és ugyanúgy marad a 0%, amit megtakarítottál. És én tudjátok, hogy a legtöbb embernél ezt láttam? Hogy láttam olyat, aki 10-szer, 20-szor, 30-szor annyit keresett, mint előtte. Aha, de az életszínvonalát is hozzáemelte. Most képzeld el, hogyha hirtelen megcsappan a jövedelem, de az életszínvonal mondjuk 10-szeres. Miből fogja finanszírozni? És ezt az emberek 90%-a fölött csinálja. Ami azt jelenti, hogyha van sokkal több jövedelem, akkor költsünk sokkal többet. Érted? Hát erre mondják az, hogy nincs annyi pénz, nem lehet annyi pénzed, amit ne tudj elkölteni. Itt nem az a kérdés, hogy mennyit tudsz elkölteni, hanem az a kérdés, hogy mennyit akarsz elkölteni. Érted? Tehát gondold végig, ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, amiről eddig beszéltem, van egy nagyon érdekes dolog. Ha te jól gondolkodsz, jól működsz, akkor kapsz földön túli segítséget. Ha nem, akkor ezt adnak neked. Tudod, a ló se, ugye? Ló se. Így van, tudjátok, azt kapod. Tényleg? Tehát a ló se támogat. Jó, tehát... Leírtad? Te egy egészet? Jó tetted?
Fél? Én sem mondtam ki, úgyhogy te sem mondd ki. Ja? Tehát gondold végig. Na most ebben nem kell hinni. Én nem hiszek. Én ezt megtapasztaltam. Ez a különbség, tudod? Na most onnantól kezdve az ember valamit megtapasztal, annak van egy óriási előnye. Nekem te mondhatsz akármit. Az én megtapasztalásomat nem tudod megingatni. Világos voltam? És senki nem tudja megingatni azt, amit én megtapasztaltam. Tehát nem hiszek benne, a megtapasztalás a sokkal több, mint egy hit, mert a hitről akkor beszélünk, amit még nem tapasztaltál meg. Amitől mástól hallod, de elhiszed. Érted? Más hatására elhiszed. De amikor te tapasztalsz meg dolgokat, és ugye honnan származik ez a tapasztalat? Hát azért gondold végig, eddig életemben több mint 100 000 emberre dolgoztam. Valamilyen formában. Azért ez már elég tapasztalat. Érted? És azért nem sok olyan ember találkozol a világban, találsz a világban, aki közvetlenül vagy közvetve ennyi emberre dolgozott. Érted? Na most akkor nézzük tovább. Tehát ott van a pénzkérdés, tudás nélkül mit fognak mondani a barátaid. Érted? Tehát visszarendezős nézzük. Ó, hát ennyit keresel és nem költesz? Hát akkor vegyél ezt, azt, amazt, és már el is indult a visszarendeződés. Érted? Hát van egy szabály, most mondok egy tanítást. Van egy főszabály. Ha fellendülőben van a jövedelmed, na akkor kell a legtakarékosabb életet élni. Na erre varjál gombat. Tehát mikor fellendülőben van a jövedelmed, akkor kell a legtakarékosabban élni. Az emberek mit csinálnak? Fellendül a jövedelme, és akkor költ a legtöbbet. Jó, környezet. Tehát a környezetedet nem azzal véded, hogy például elhiszel olyat, hogy mit tudom én, most mennyi környezetvédelmet csinálsz, hogyha mondjuk elektromos napelem, tehát napelemeket telepítesz a házadra, és átállsz, mit tudom én, milyen fűtésről, a napelemes fűtésre. Oké, mit tudom, mondjuk napelemes kazán, csak most mondtam valamit. Mert mondjuk kazánnal fűtött teventik, és átállsz napelemes kazán. És akkor azt mondod, hogy ó, hát ez milyen jó, hát én most milyen környezetbarát vagyok. Aha, de azt nem veszed figyelembe, hogy maga az a technológia, amit felszereltek téged, az valójában mennyire volt környezetbarát. Utána, hogyha az a technológia már elavult, akkor utána annak a megsemmisítése, az mennyire lesz környezetbarát. Ezzel nem foglalkoznak az emberek egyáltalán. Csak hogy, ó, hát ő milyen környezetbarát emberke. És utána mondjuk megnézi az ember, hogy mit tudom én, mondjuk mennyi milliót költött rá. Azt mondja, hogy mivel mi villannyal fűtünk, mióta? Azt mondja, hogy 86 óta, akkor még csak kisházunk volt, egyre nagyobb lett, és azóta csak villannyal fűtünk, egyébként hőtárolós kályhákkal, nem napelemmel. Jó? Tehát nekünk igazán megérte volna napelemet telepíteni, mert nem kellett volna átállítani semmit. Érted? Csak egyszerűen bekötni az órához a napelemet. Semmi mást, érted? Semmit nem kellett volna. Mégis mindig, tehát magyarul az egyik legkedvezőbb fűtéskorszerűsítést tudtuk volna megcsinálni a napelemmel. De mindig kiszámoltam, hány év alatt fog ez nekem megtérülni? És tudod, mindig az jött ki, hogy ilyen 10 év alatt. Hát én meg azt mondtam a 10 éves megtérülésre, hogy ezt mi. Oké? Okay. Szó szerint.
Tehát ami 10 év alatt térül meg, azzal csak egy buta ember foglalkozik, érted? Ha most gondold végig, akkor az ember használja a pénzét mondjuk olyan dologra, aminek rövidebb a megtérülése, nem? Jó, tehát ugye ennyi a környezetről. Nyilvánvaló, hogy az ember foglalkozik azzal, mint amivel hallottátok is, hogy foglalkozok, hogy hogy vágják át ezzel a környezet szennyezés kérdésével az embereket. De itt beletartozik az élelmiszerek mérgezése, beletartozik a chemtrail a levegőbe juttatása, ugye a repülők által, mindenben beletartozik a mondjuk az olyan vegyszerezés, amire azt mondják, hogy a szúnyogot írtjuk, amit nem is biztos, hogy azt írtják, mert azt írtják, akkor azt régen is írtották, de meg régen is vegyszerezték a földet, de nem csináltak például ilyet, hogy chemtrail. És akkor kitalálják azt, hogy az kondenscsik, aha, és akkor milyen kondenscsik lehet, hogy egyszer megmarad a levegőben végig, egyszer meg nem. És régen sose maradt meg hosszan, onnan, hogy az elejétől a végéig ott van a kondenscsik, ami nem kondenscsik, hanem chemtrail. Hogy? Hogy? És ezt nem? És ezt elhiszik emberek, hogy ez kondenscsik? És akkor hogy lehet az, hogy amikor nem chemtraileznek, akkor nincs hosszú kondenscsik, akkor az azt jelenti, hogy gyorsan feloszlik. Amikor meg chemtraileznek, akkor végig kondenscsik van. Sőt, ugye fiamnak volt olyan program telefonján, hogy lehet nézni a repülőjáratokat, és lehet nézni azon belül azt, hogy a műhold hogyan mutatja a felhőket. Érted? És nyílegyenes felhők. Érted? De nem rövid távon, amit ami egész Brazílián keresztül mutatta nekem. Érted? Nyílegyenes felhő. Hogy? Hogy? Soha nem volt ilyen. Láttál te már nyílegyenes felhőt? Hát a felhők azok mindenféle alakzatot vesznek föl. Még azt sem tudod mondani, hogy kocka vagy. Vagy téglatest, vagy kör. Mert soha életben nem látták kör alakú, vagy téglatest alakú, vagy négyzet alakú felhőt. És nyílegyenes felhőket lehet látni? Hogy? Jó? De szóval... Mi van ebben a környezet kérdésével? Talán az ember tájékozódjon, nem? És jó, hát ne égessen otthon gumit, az tényleg könnyű, vagy műanyagot, az tényleg környezetszennyező. Jó, vagy például, ott van a hatóságok. Hát alapvető dolog, hogy amit a hatóságoknak meg kell adni, azt meg kell adni. Ha az adó, ha az bármilyen, olyan dolog, amit oda kell fizetni, azt meg kell adni. Érted? Tehát úgy kell élni az embernek az életét, hogy a hatóságokkal ne kerüljön összetűzésbe. Semmilyen szinten. Érted? Ez egy alapvető dolog. Na most, de most gondold végig, mint ha valaki tanul ilyenekről, mondjuk a hatóságokkal kapcsolatban, de a baráti körnek azt mondja, hogy itt susmusolj, ott susmusolj, itt csajadott meg, ott csajadott, akkor szerinted melyik lesz az erősebb? A barátok, vagy pedig a tanulás? Hát egyértelműen a barátok. Jó, és akkor nézzük, itt van még egy tizedik terület, ugye az embernek a mindenhatója az Istene, nem kell benne hinni. Én megtapasztaltam, hogy létezik, sőt, ha tetszik neked, ha nem, tudok velük kommunikálni, az a te személyes, szociális problémát, hogy nem tudsz, én se tudtam mindig, azt a lehetőséget, tehát eljutottam oda, hogy a lehetőséget megnyitották számomra, hogy kommunikálhassak velük. Viszont te valószínűleg még nem jutottál el oda szellemileg, hogy neked megnyissák azt a csatornát, hogy tudjál velük kommunikálni. De ez nem társalgás, hogy hát éppen nincs kivel beszélgettem, akkor beszélgetek velük.
óriási tévedésben él. És ő konkrétan azzal adnak tanácsot, hogy mi lesz, vagy mi volt, arra van szükségem. Érted? És ez ennyi. Nincs társalgás. Társalgás, ha van, az is van néha, akkor konkrét témában történik. Például ugye, akik régen itt tanulnak, azok tudják azt, hogy tartok úgy képzéseket, előadásokat, hogy tudják azt, hogy én akkor kapom az információkat. Tehát információkat küldenek. Márpedig azt is megtapasztaltam, hogy soha nem történt még úgy, hogy az ne az lett volna, mint amit tanácsoltak nekem. Oké? Okay? Jó? Tehát nem kell az Istenedbe hinni, nem kell. Sok ember nem hisz, ő baja. Oké? Okay? Eleve van egy dolog ebben kapcsolatban. Azt fogod megtapasztalni, amiben hiszel. Amit nem hiszel, azt nem is fogod megtapasztalni. Oké? Okay? Tehát ugye az Istenünk, mi az, hogy Istenünk? Mindenkinek sajátja. Tehát nem ugyanaz az Istenünk, jó? Maradjunk ennyiben. Tehát mindenkinek van sajátja. Ez sokkal jobb, mintha lenne egy Isten, egy, és mindenkinek az az egy lenne az Istene. Gondold végig, mikor kerülni sorra. Jó? És akkor sorban állnak az emberek, annál az egy Istennél. Jó? Na most, ezért annál sokkal jobb, hogy mindenkinek van sajátja. Oké? Okay? Igaz, hogy az nem a legfőbb atya Isten, de hozzánk képest egy sokkal értelmesebb lény, amelynek több milliárd éves tapasztalatai vannak. Na most onnantól kezdve a mi kis pár évtizedünk is tapasztalatainkkal, hát azért messze elbújhatunk mellette. Világos ez? Tehát, ez azt jelenti, főleg most gondold végig, hogyha egy Isten már mondjuk több ezer, vagy akár több tízezer, vagy több százezer éve foglalkozik azzal, hogy embereket patronáljon. Akkor az emberekkel kapcsolatban is elég sok tapasztalata lehet, nem? Gondold végig. Már csak azért is, mert másfél millió éve van emberiség a Földön, ez a hetedik, oké? Okay? Nem gondolod, hogy az nem véletlen, hogy mondjuk van 7 nap, 7 szűk esztendő, tehát a 7-es számhoz egy csomó mondás, szó, tehát ilyen mondás kapcsolódik. És ugye az azt jelenti, hogy a 7-essel befejeződik valami. Ez nem véletlen. Tehát sok minden befejeződik a 7-es számmal. És ez a 7. emberiség. 6 emberiség eltűnt már, mindig valami nagy katasztrófa következtében, ez a 7. emberiség. Ez a 7. emberiség akkor maradhat a Földön, ha jól teszi a dolgát. Ami azt jelenti, hogy fejleszti a saját lelkét. Nem a testét. A testünket úgy tudjuk max fejleszteni, hogy az izmunkat tudjuk fejleszteni, meg mit lehet még? Súlyunkat fel lehet fejleszteni, nem? Ezt azon kívül sok mindent nem tudunk fejleszteni a testünkön. A lelkünkön viszont nagyon sok mindent tudunk fejleszteni. A léleknek egy célja van. Minél több tudás. Ez a célja. Azért van itt. A saját lelked azért van itt, hogy minél több tudást szerezzen. Az, hogy neked nem tetszik, hogy minél több tudást élsz meg, minél több problémát élsz meg, mert a problémákból van a tudás. Tehát a problémából tudást kellene meríteni. Most az, hogy a saját problémából merítesz tudást, vagy már esetleg olyan szinten vagy, hogy más embernek a problémájából is tudást tudsz meríteni, az egy két különböző dolog. De szerinted melyik az egyszerű? Melyik lenne a jobb? Nem az egyszerű. A jobb. Nem az lenne a jobb, hogyha nem a saját problémáidból kellene tudást meríteni, hanem más emberéként. Más emberéből? Vagy emberekéből? Jó, gondold végig. Itt erre is lehetőség van, hogy más emberek tudásából tapasztalatot meríts.
És hát itt van egy közösség, egy olyan közösség, ahol az emberek fejlődhetnek, az emberek tanulhatnak, ahol az emberek segítséget kapnak, ha elakadnak, segítséget kapnak, hogyha valami problémát kell mondjuk legyőzni, és még nincs hozzá tudásuk, stb. Stb. Egy olyan közösség, ahol ez a visszarendeződés akkor tud megszűnni, illetve akkor akadályozódik meg a visszarendeződés, ha az ember rendszeresen jár azok közé, akik járnak rendszeresen a heti találkozóra, a szemináriumokra, az egyéb képzésekre. Különben, ha az ember nem jár a heti találkozókra, nem jár a többiek közé, vagy nem vesz igénybe élőben a képzéseket, akkor bizony az életében a visszarendeződés az lehet, hogy erősebb lesz, mint a tudás. Ez a probléma ezzel kapcsolatban. És ha te úgy látod jónak, hogy szeretnéd a lelkedet fejleszteni, mert annak érzed, hogy kötelességed, mint például én, annak érzem, hogy kötelességem a lelkem fejlesztése, hát az a baj, hogy sokan még nem így gondolják, hogy kötelesség a lelke fejlesztése. Ha talán oda jutsz valamikor, hogy kötelesség lenne a lelked fejlesztése, ha ezen az úton elindulsz és oda jutsz, akkor ez az egyetlen hely, ahol ezt meg tudod csinálni, hogy tényleg tud fejlődni a lelked, de, és ezáltal te is természetesen, amiben benne van az, hogy amit elmondtam, minél okosabb, értelmesebb leszel, annál jobb döntéseket hozol, annál inkább tudod, hogy a jelenben mit kell tenned ahhoz, hogy a jövőben ne okoz magadnak problémát, vagy másoknak ne okoz problémát. Oké? Mert ez így működik. És ez az a hely, ahol ezt meg tudod tenni, teljesen megfizethető áram. 14 éve kezdtük a szolgáltatásként a tudást átadni. Én 93-tól kezdtem tanítani az embereket, de vezetőket tanítottam ilyen dolgokra, mint most. Nyilván nem ilyen széleskörűen közel sem, mint most, hiszen ma a bolygón az ember és életismeret területén és annak tudásának átadásában messze a legtöbbet tudok nyújtani az embereknek. Jó, ha ezt nem hiszed, nyugodtan utána jársz, de járhatod a Varga betűidet, úgyse találsz olyan szemét a bolygón, semmilyen nyelven, aki akkora tudást tudna nyújtani az élet és emberismerettel kapcsolatban, élő embert nem tudsz, mint amennyit én tőlem tudsz tanulni. Köszönöm szépen a figyelmedet, csinálunk 30 perc szünetet, utána coach képzésünk lesz, szeretlek benneteket, sziasztok!